Üdvözöllek! Ebben a videóban a lineáris algebrának egy szép alkalmazását fogjuk látni szabadeséssel kapcsolatban. Newton annak idején, amikor sétált a kertben, az egyetem kertjében, akkor észrevette, hogy bár láthatólag senki nem ért hozzá, az alma mégis leesett a fáról. Tehát valami hatott rá. Így jutott el a newtoni mechanikához. Ebben a feladatban arra vagyunk kíváncsiak, hogyha ismerjük az alma tömegét, azt, hogy milyen magasról pottyant le, és ismerjük a gravitációs konstanst, akkor vajon mennyi idő alatt esik le? Hát eltekintünk a légellenállástól, attól, hogy van szén, tehát bármilyen zavaró tényezőtől eltekintünk. Azt reméljük, hogy ez a t idő, ez valahogy arányos ezen három mennyiségnek valamilyen hatványával. Tehát a távolság, a tömeg és a gravitációs konstansok valamilyen hatványával. A hatvány lehet pozitív is, nulla is, negatív is. Ez a félbeharapott végtelen, kicsit furcsa jelölés, ez ezt jelenti, hogyha egyenlőségre írjuk át, hogy t egyenlő valamilyen ismeretlen konstans szor, a H hatványa, az M hatványa és a G hatványa. A dimenzióanalízis segítségével a konstans nem tudjuk meghatározni. Azt utána különböző kísérletekkel, mérésekkel próbálják egyre pontosabban meghatározni. Abban az esetben, ha egy ilyen arányosság fennáll, akkor ez azt jelenti, hogy a megfelelő dimenziók a bal és a jobb oldalon meg kell, hogy egyezzenek. Ha a bal oldalon van idő az első hatványon, akkor a jobb oldalon is ugyanilyen hatványon kell szerepelni. Ugye nem ismerjük az alfát, bétát, gammát. A jobb oldalon tehát van egy H az alfadikon, tehát távolság az alfadikon, van egy tömeg a bétadikon, és a G, ami nem más, mint méter per szekundum négyzet, ugye ezért szerepel itt távolság per idő négyzet, az valamilyen ismeretlen gamma hatványon szerepel. Ezt az egyenletet akkor rendezzük, így módon a következőt kapjuk. Ez alapján a következő egyenletrendszert tudjuk felírni. Ugye a bal oldalon nem szerepel a nagy L, magyarán úgy is fölfoghatjuk, hogy a nulladik hatványon szerepel, bárminek a nulladik hatványa az 1. Akkor ez azt jelenti, hogy az alfa plusz gamma az nulla, tömeg sem szerepel a bal oldalon, tehát a béta az nulla, és végül mínusz két gamma az megegyezik az egyel. Ezt az egyenletrendszert kell megoldani. Ezt az egyenletrendszert nagyon könnyű megoldani. Az utolsó egyenletből kapjuk, hogy gamma mínusz egy kettet. Az így meghatározott értéket visszahelyettesítjük az előző egyenletbe, meghatározzuk a béta értékét, és most már tudjuk, hogy mennyi a béta gamma értéke, ezt visszahelyettesítjük a legelső egyenletbe. És akkor sikerül meghatároznunk az alfa értékét, tehát alfa 1-2, béta 0, gamma mínusz 1-2. Mit jelent tehát ez? Azt, hogy az idő az valamilyen ismeretlen konstans szor a H per gamma négyzetgyöke. Látjuk, hogy ebben a formulában a tömeg nem szerepel. Ez egy nagyon fontos és érdekes észrevétel. Galilei már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az ő idejében még azt gondolták, hogy minél nagyobb a tömeg egy testnek, annál hamarabb leesik. Látjuk, hogy ez nincs így. Itt a C konstans értéke az gyök 2, ezt úgy lehet meghatározni, hogy segítségül hívjuk a differenciál egyenletek elméletét. Persze itt is fölmerül a kérdés, hogy jó, de a gyök 2 mennyi? Hát ezt csak közelítőleg tudjuk megadni. És az bőven elég, tehát fizikusok nagyon sok mérés kísérletet végeznek, hogy ezek az ismeretlen konstansok minél pontosabban sikerüljön meghatározni.
összefoglalásképp, tehát megállapíthatjuk, hogy a dimenzióanalízis az nagyon sokszor egy rendkívül hatékony módszer fizikában, kémiában, összefüggések megállapítására.